Okay. Hát akkor elérkezett az a pillanat, hogy van itt az körünkben egy nagyon kedves barátom, Tuella Attila, remélem, hogy bemutathatom itt személyesen is. Úgy szoktam az Agárdi Popstrandon, egy fes legény, most pont nincs megvilágítva, úgyhogy fekettében van, de azért itt van. És itt van Szuzanna Zsuzsanén és az édesanyja, kis baráti kör Petiék. És hát annak idején én, amikor Budapestre költöztem, még ez a stratokaszteres időszakban volt, akkor hát én még ilyen Petőfi Sándor korabeli udvarlásokkal próbálkoztam. Ilyen kis versike, fabrikálásokkal, meg ilyesmikkel. És Attila megmondta, hogy ezt hagyd otthon Tótkomlóson. Itt Pesten, itt a diszkóban nem lehet labdába rúgni tulajdonképpen. Nagyon-nagyon kedves volt, mert még 300.000 forint összvisz megtakarított pénzem volt. Mondtam, Attika, egy ilyen A6-osra majd szeretnék benevezni nálad, mint autókereskedő. Amely, ha összegyűlik valami, akkor majd... Azt mondta Attila, figyelj, hozd a 300-at, intézem. 300.000 forinttal egy A6-ost adott nekem, ő Tuella Attila, tessék nyugodtan megfordulni. Ott van fekete pólóba. És onnantól kezdve éjszakában nagyon komoly, nagyon menő lettem egyébként. És azt mondta, hogy figyelj, hagyd ezt a Trubadur Petőfi Sándor korabeli verseket, majd én megtanítalak, hogy kell csajozni, és hát ő volt hely csábító. Bezsán Norbert billentyű. Transzilvániából van az úriember.
és az első Szenszó koncertje. De most Takács Balázs! Takács Balázs billentyűze! Nézzük meg, ki van az mögött, mi marad. Lehetsz te az ász annál, akire vársz. De mennyit ér, amit dumálsz, motivum! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük. De hát azért természetesen tettünk bele egy pici tanítást, tehát a csábítóból indultunk el, és aztán tettünk bele egy kis tanítást, hogy azért az a csábító javuljon meg, és hát az az igazság, hogy meg is javult, mert most egy fantasztikus párkapcsolatban van, úgyhogy üdvözöljük Klaudiát is, és hát tényleg Attilából lett a legföldre szálltabb angyal manapság.